Két héttel ezelőtt kiderült, hogy az állami tulajdonú MVM eladta az oroszlányi erőművet, ami 2016 óta nem működik, előtte viszont villamosenergiát és hőenergiát is termelt. Az erőmű új tulajdonosa két cég, az egyik a Veolia csoport, ami egy francia energiaipari óriás, a másik pedig egy máltai offshore cég, amelynek a tulajdonosa Gyurcsány Ferenc egyik régi embere. Viszont a máltai cégnek az igazgatója, az pedig Habony Árpád barátjának a testvére. Az erőműnek az eladási ára, tehát hogy az állam mennyiért adta el ezeknek a magáncégeknek, azt nem közölték, és hiába kértük ki közadatigénylésbe, nem mondták meg, úgyhogy perre megyünk.